Gémesi György úrral beszélgetünk itt a stúdióban, Gödöllőváros polgármesterével, de most nem ebben a minőségben, a polgármester jelöltként beszélgetünk, és azt gondolom, hogy nem ez az első eset, hogy ő megméreti magát itt Gödöllőn. A jó számom ez a hetedik alkalom, hogy ki kell tárulkozni a lakosság előtt. Van-e értelme bemutatkozni Gémesi Györgynek, Gödöllőváros népének? Mi úgy gondoltuk, hogy mindennek ellenére igen, és valószínűleg ön is így gondolta, mert hiszen itt van. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Azt gondolom, hogy ez alatt a 24 év alatt, amióta ön polgármester Gödöllőn, azért felnőttek generációk, és nem biztos, hogy mindenki mindent tud önről. Tudják, van polgármester, de a fiatalok között gondolom vannak olyanok, akiknek azért csak el kéne mondani, hogy ki is ön. Amit fontosnak vél egy pár szóban? Az érdeklődő fiatalok egyébként ma már interneteznek, és én is internetezem, mert követni kell a világot, és az interneten keresztül rengeteg információt tudunk egymással váltani, és feltétlenül ott meg is tudják nézni a különféle életrajzi adataimat, de ezt nem azért mondtam, csak hogy érdekes, hogy a fiatalok ma már nem a személyes találkozásokon keresztül ismernek meg valamit, hanem valakit, hanem két-három gombnyomással, ami így van jó, hiszen ezt a kort és ezt a világot éljük, nekünk idősebbeknek pedig meg kell tanulni ezt a típusú gondolkodást, ami egyik hiszen más típusú kommunikációs felületeket igényel. Egyébként gödöllői vagyok, itt születtem, illetve Budapesten születtem kórházba, mert édesanyámat az Üllői úton kezelték a trombozisával, és akkor, amikor ő engem szült, akkor éppen a kórházban volt, és ott különös figyelemmel voltak arra, hogy más betegségeket nem kapjuk. A családom szüleimnek, bocsánat, a szüleimnek hatodik gyermeke vagyok. 80 vagyunk testvérek, nekem 3 gyermekem van egyébként, azért mondtam az előbb a 3-as számot. És élem a gödöllőiek életét, orvos vagyok, ezt is sokan tudják, és 2 szakvizsgám van, sportorvosi és a sebészeti szakvizsga. Ezeket is nagy örömmel letettem, 10 évig dolgoztam, az utolsó 5 évet itt dolgoztam a Kistarcsai Kórházban, előtte 5 évig a sportkórházban voltam, és hát nem kevés gödöllői, még operáltam is, hál' Istennek nincsenek, vagy nem voltak rossz véleményen a munkámról, legalábbis akik visszajeleztek, akik nem, azoknak a véleményét nyilván nem tudom. Egyébként pedig nem kívántam hosszú távon polgármesterkedni a városba, így hozta a 90-es időszak, aztán itt maradtam, megtanultam, nem bántam meg tulajdonképpen ezt a döntést, nagyon szépen kinyílt a világ előttem, és nagyon sok minden olyan dolgot láthattam és tapasztalhattam. Sok-sok élményben volt részem, nagyon sokat gazdagodtam, amit más területen nem kaptam volna meg, de azért az eredeti hivatásom, és azért az hiányzik még ma is. Ugye ilyenkor a jelöltektől meg szoktuk kérdezni, hogy azért szedjük már össze, hogy milyen társadalmi szervezetben, politikai szervezetben, esetleg közigazgatásban szerzett gyakorlata van. Azért ezt is rakjuk egy kicsit össze, hiszen nem csak polgármesterként tevékenykedett ebben az időszakban. Gödöllőiek jól tudják, hogy voltam országgyűlési képviselő is. 2 alkalommal választottak meg ebben a választókerületben. A 3. alkalommal néhány szavazattal alulmaradtam a szocialista Deákné Fogarasi Valériával szemben. Akkor ez nagyon fájt és nagyon-nagyon rosszul esett. Nem Gödöllőt vesztettem el, Gödöllőn sosem vesztettem választást, hanem Csömör, Kerepes és Isaszegnél maradtam alul szavazatokban, és ezt a gödöllői szavazatok nem tudták kompenzálni, de ez már a múlt. Akkor nagyon fájt, akkor azért ez egy sok hatás volt az életemben, de a Jóisten feltétlenül nem véletlenül döntötte el, hogy én nem leszek országgyűlési képviselő. Azóta sokkal többet tudok koncentrálni, és tudtam koncentrálni a város dolgaira, és azt hiszem, hogy ez látszott is a város fejlődésében, fejlesztéseiben, működésében, a jelenlétemben, a közösségformálásban. Tehát jó az a döntés, hogy a polgármester ne legyen parlamenti képviselő, ez most már nem lehet, ugye eddig még volt, ez most már nem lehet, ugyanis egy polgármester az legyen polgármester. Az egy másik kérdés, hogy jogszabályokban a polgármestereknek megadják azt a mozgásteret és azt az erőt, és azt a lehetőséget, hogy ő dolgozzon. Mert ha egy politika a helyi önkormányzatok mozgásterét szűkíti, a polgármesternek a mozgásterét szűkíti, akkor ezzel nyilván egy picit a polgármesteri tisztség, presztízse is csökken, a lehetőség és a sok-sok terv elképzelés megvalósításának mezeje is kisebb lesz. Ha már szóba hozta a várost, akkor azt gondolom, hogy beszéljünk egy kicsit a városról. Ilyenkor, amikor
nem csak polgármester, hanem jelölt is, mert hogy ugye, mint említettük, ez elég gyakran előfordul önnel, tudja-e kívülről nézni a várost. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor az ember kívülről tekintsen rá, mintha nem is itt töltötte volna az elmúlt évtizedeket. Milyen ez a város? Olyan-e, amilyennek szeretné? Mi az, ami pozitív ebben a fejlődésben, vagy az elmúlt évek történése, és mik azok a hiányosságok, amiket lát? Én inkább úgy fogalmaznék, hogy felülről. Kívülről sosem lehet. Tehát az ember bent van egy közösségben, annak az életét éli, azt nem tudja függetleníteni attól a településtől, annak a településnek a fejlődését. Most hát emelkedjünk született. Fölé. Egy picit fölülről. Mostanában az interneten Tardi Tamásnak egy nagyszerű helyi sárkányrepülősnek a képei megjelennek az interneten, ha valaki azt nézegeti. Fantasztikus, érdekes pillanatokat tud lefotózni a városról, érdekes szögleteket, érdekes aspektusból tudja nézni a város, és most talán az ő kvázi képletesen felülemelkedésével lehetne egy ilyen jellegű gondolkodásnak alávetni magunkat. Nyilván rengeteg mindenről lehetne beszélni, és nem is elegendő az idő, 10-20-szor ennyi idő sem lenne elegendő, hiszen egyrészt 24 év tapasztalata és eddigi elvégzett munkáját összefogni, annak hiányosságait, értékeit, a jövő terveinek értékeit, ez képtelenség. Én inkább csak azt gondolom, hogy itt Budapest mellett, amikor én polgármester lettem, akkor egy alvó települést regisztráltunk Gödöllő nevében. Akkor 90-es években, 90-ben 12%-os munkanélküliség volt, infrastruktúra állapota gyalázatos volt, még az ivóvízszolgáltatás is akadozott. Már nem emlékeznek gödöllőiek, régiek, az újak meg pláne nem, hiszen ilyen problémával nem nagyon találkoztak. Rengeteg előkészítő munka után indultunk el stratégiai gondolkodás mentén a város fejlődése, működtetése terén, és az első nagy feladat az infrastruktúrának volt a megvalósítása, ezek a hiányosságok, amit le kellett dolgozni, ivóvíz, gáz, csatorna szolgáltatás terén. Ma elmondhatjuk, hogy ennek eredményeképpen Gödöllő belterületén, tehát nem az üdülővezetben is a külterületen, gyakorlatilag 100%-os az infrastruktúra, néhány helyen a pormentes utak hiányoznak, de itt nem azért, mert nem akartuk megcsinálni, hanem vagy műszaki, vagy jogi, vagy tulajdoni akadályai vannak, de ezeket a hátrányokat is szeretnénk legyőzni. Tehát ez volt az első nagy feladat. A másik az intézményhálózat korszerűsítése, karbantartása, működtetési feltételeinek költséghatékonysága, lásd bölcsődék, óvodák, iskolák, kulturális intézmények. Ezek közül számosat újjáépítettünk, lásd mondjuk a könyvtár, vagy a múzeum, amit felújítottunk, vagy a Damjanich iskola, és van olyan intézmény, amit pedig renováltunk és olyan állapotba hoztunk, hogy az valóban működőképes legyen. Itt is van még némi nemű lefaragni való, de azt mondom, hogy 80-90%-án túl vagyunk ennek a feladatnak. A harmadik dolog, most nem teljes mértékben prioritásokat mondok, de nyilván a munkahelyteremtés, a 12%-os munkanélküliség az nagyon sok, ma 6% alatt van, 5-6%. Ide települtek világcégek, munkahelyet adnak, elindultak a gödöllői közép- és kisvállalkozások is, nem csak Gödöllőt, a Gödöllő térségében is kialakult egy gazdasági erőtér. Ez azért nagyon fontos, mert ez a gazdasági erőtér egy bizonyos tekintetben a város bevételeinek egy jelentős részét biztosítja. Tehát munkahelyeket teremt, szociális feszültséget csökkent és bevételeket növel a városnak, amit mi vissza tudunk forgatni részben a kötelező feladatokra, infrastruktúra, intézményhálózat, stb. Részben pedig olyan típusú fejlesztésekre, ami további bevételeket generál, vagy pedig költségeket csökkent. Ez így nagyon-nagyon tömör. De gyakorlatilag ennek a stratégiának a mentén értünk el 2014-ben oda, hogy ma már nagyon-nagyon sok minden olyan dologra is tudunk koncentrálni, amire egyébként kezdetben nem tudtunk. És ezért fogalmazódnak meg olyan típusú fejlesztési igények, hogy még ez is kéne Gödöllőnek, az is kéne, meg amad is kéne. Mindig azt kell megnézni, hogy mennyi a bevétel, mindig azt kell megnézni, ehhez milyen járul hozzá a város, az állam. Az állam a 7,3 milliárdhoz 1 milliárddal járul hozzá. Tehát szép lassan kivonult Gödöllő finanszírozásából, azért mert a gödöllői gazdasági erőtér erősebb az országos átlagnál, és a bevételei jobbak, mint máshol. Ezen dolgoztunk, tehát ez 24 év munkájának az eredménye, és erre lehet alapozni egy programot. Tehát visszatérve
meg kell nézni mindig, hogy mennyi a bevétel, és egy-egy ilyen fejlesztésnek, ami legyen kötelező feladat, és annak az ellátása mentén további költségeket kell rá költeni, útépítés, járdaépítés és a többi, ezeknek a feladatoknak az ellátását is kötelező feladatként ebből a forrásból meg kell valósítani. Ott mindig azt kell nézni, hogy annak üteme milyen, és annak a fenntarthatósága milyen. Mert lehet azt mondani, még építek 15 utcát, csak nem tudom fenntartani. Mert abban a pillanatban, ha egy utcát leaszfaltoznak, ha az infrastruktúra készen van, annak van egy folyamatos működési költsége, a közérthetőbb mondjuk a hóeltakarítás. Igaz, a másik utcát is, a másik utcát is el kell takarítani, de itt azért vannak olyan típusú feladatok, amelyek többletköltséggel járnak. Tehát ez az egyik nagyon lényeges része, és azoknál az igényeknél, legyen az egy úszoda, legyen az egy sportcsarnok, legyen az egy tornaterem, legyen az egy sportpálya, mindig azt kell megnézni, hogy annak a fenntarthatósága az hogy biztosítható. Sosem voltam az elmúlt időszakban sem partner abban, és nem leszek a jövőben sem, és a programunk is ezt leírja, hogy olyan dolgokba, olyan álmokat valósítsunk meg, aminek esetleg az egyszeri beruházási igényét, forrását biztosítani tudjuk, de fenntarthatatlan. Fenntarthatatlan azért, mert nem tudják az emberek kifizetni azt a jegyet, aminek annak a működtetése kerül, vagy adott esetben a város nem tud hozzátenni annyit. Tehát ezeket végigvizsgálva, végiggondolva állítottunk össze egy programot, a következő 5 esztendőre, mert 5 éves lesz a ciklus. Ennek a programnak az a címe, hogy Gödöllő az otthonunk. És ebben a programban az elsődleges szempont nyilván a fenntarthatóság. 5 eleme van ennek a jövő építésnek. Igen, azt gondolom, hogy most már csak az elemeket soroljuk el. 5 eleme, mert az időkerés. És majd azt, hogy hol igen, az egyik eleme az, hogy életminőség jelenlegi színvonalának fenntartása, továbbfejlesztése. Ezek nyilván elsősorban a szolgáltatásokban mutatkoznak be, szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási szolgáltatások, a környezetünk védelme, a természeti energiák hatékony kihasználása és a többi. Ez a csomag, tehát a működtetéshez segít egy költséghatékonyabb, további költséghatékonyság növelő folyamatot folytatni. A második a gazdaság. Helyi gazdaság nélkül nincs, erősítése nélkül nincs további bevételi forrás növekedés. Ugye ennek több tényezője van, kell egy vállalkozásbarát környezet nyilván, kell olyan típusú lehetőség, hogy ingerenciát képezzen továbbra is befektetőknek, hogy Gödöllőbe lássák az ő jövőjüket, a gazdasági erőtér jövőjét és az ő befektetésüknek a hatékonyságát és annak a megvalósulását. A harmadik nagyon lényeges a közlekedés. Ennek egy része az infrastruktúra fejlesztés, utak, járdák, vízelvezetés. Nagyon lényeges, az utóbbi időszakban elég komoly mennyiségű és intenzitású csapadék esése miatt a vízelvezető rendszerek bővítése, ahol kell természetesen, és további fejlesztése az infrastruktúrának, és ez már ki fog egy picit hatni a külterületi részekre és a üdülővezeti részekre is. A negyedik ilyen prioritás az a közbiztonság és a környezetvédelem. A környezetvédelem, most adjuk át majd a új szennyvíztisztítót, elkészült a hulladéklerakó, tényleg európai szinten tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, de ez kevés, mert szeretnénk nyilván azt az 54%-os zöldövezetet egyrészt megtartani, másrészt tovább hasznosítani, ami a várost körülveszi, és nyilván szeretnénk, hogy minél tisztább, minél kevésbé szennyező környezetet biztosítani az itt lévőknek, közbiztonság pedig nyilván a térfigyelő kamerák bővítése, a helyi polgári védelem, rendőrség kapcsolatának erősítése és a lakosság együttműködés, hiszen a szomszédok egymásért mozgalom folytatása rendkívül fontos, és még a közlekedéshez tartozik természetesen a kerékpáros utak építésének folytatása, aminek most már harmadik éve csináljuk a programját, a legyen Gödöllő és kerékpáros barát város, és ennek a folytatása is segítheti a környezet kímélő életmód kialakítását Gödöllőn. Végül pedig a turizmus és az idegenforgalom, ez a jövő fejlesztési stratégiája elindult, ennek egyik centruma a kastély, de nem csak az. Itt most már a kastély és a féltér közötti passzás kiépítése, a hattyústó megépítésé, ami egyiket Rákospatak felduzzasztásából történne meg, és egy olyan turisztikai erőtér kialakítás vagy tér kialakítása, amiben nem marad ki gondolkodásban, és azon szeretném mondani, a meglévő gyógyvíz hasznosítása, de ennek feltételei a hozzá szükséges pénzelőteremtése és a terület biztosítása, egyiket sem sikerült az elmúlt időszakban, neki fogunk futni újra. Nincsenek jó előérzeteim, de én addig fogok küzdeni, még valamilyen formában ez nem valósul meg.
Ha nem, akkor fölteszem a kezem, mert eddig is igyekeztünk mindent megtenni ennek érdekében. A turizmusnál egyébként nem csak a gyógyturizmus, hanem természetesen a kulturális turizmus, konferenciaturizmus, vallási turizmus, sportturizmus erősítése is egy olyan új ágazata lehet Üdülőnek, ami munkahelyeket teremt természetesen, közép-kis vállalkozóknak bevételi lehetőséget, a városnak pedig fejlesztési stratégiát. Végül pedig csak egy fél mondatot várunk Öntől, a többes számban beszél, olyan programot állítottunk össze, többen sejtik, hogy kik állították össze, tehát a jelölő szervezet neve. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, ezt a kis kiadványt minden gödöllői lakos most a napokban megkapja. A Gödöllő az otthonunk című program egyébként, amiről én most a néhány elemét mondtam, ezt javaslom átolvasni, mert 10 estén keresztül minden képviselő be fog mutatkozni a választókerületében, én ott leszek, és megvitatjuk ezt a programot, és ha kell, kiigazítjuk az elvárásoknak megfelelően. A képviselőknek is megvan a lokális programjuk, megvan a városi program is, most várjuk a város lakóinak véleményét, akiket érdekel és eljönnek a fórumokba, és aztán nyilván, ha megkapjuk a bizalmat, és erről a kérdésről mi fogunk dönteni, akkor ez alapján fogjuk fölállítani a város gazdasági programját. Köszönjük szépen, hogy bemutatkozott. Én is köszönöm szépen.